Magyarországon a jó malmoknak a döntő többség az német kézben van. Ezek nagyon-nagyon jó minőséget tudnak adni, de nagyon kiegyensúlyozott ára. Így hát bárhonnan akarnánk lisztet venni, mindenhol közel azonos árat kéne fizetni, és ez nem olcsó, tette hozzá Beréti Zsolt. A szakember azt mondja, egészen biztosan jelentős áremelésre lesz szükség a pékségekben. A búza ára tavaly óta 23%-kal nőtt, és ez megjelenik a liszt árában is. És ez csak az egyik tényező. 2018-13 forintért tudtunk áramot venni, addig 2019-ben csak 22 forintért volt lehetséges, ami azért egy erős 40%-os emelkedés az árampiacon. Ehhez hozzájönnek még nyilván béremelkedések is, ami nyilván egy malomban is, meg minden alapanyag előállítónál is jelentkezik, és a pékségben is jelentkezik. És itt nem feltétlenül arról beszélünk, hogy mennyivel emelkedett a minimálbér, hanem arról, hogy a piaci bérek mennyivel emelkedtek ahhoz, hogy a munkaerőt meg lehessen tartani. Rettenetesen nehéz a munkaerőpiaci helyzet. Nem csak azért, mert magasak a bérek, hanem azért, mert egyre kevesebb a jó szakember is. Ennek pedig az lesz a hozadéka, hogy záros határidőn belül jelentősebb áremelésre kell számolni a pékáruk területén. Én azt gondolom, hogy 10%-os emelés alatt nem lehet megúszni. Ez 1 kg fehér kenyér esetében 30-35 forintos drágulás jelent. Ami annyit tesz, hogy 330-340 forint között lehet a hivatalos ár. Beréti Zsolt azt is elmondta, sok függ attól, hol van a kereskedelmi egység, mert adott esetben muszáj nyomott árakat kialakítani, míg máshol a jóval magasabb értéken is piacképes lehet egy kilós kenyér.